Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek. Mi van? Mi baj van a világ alakulásával, vagy haladásával, vagy amilyen irányba halad azzal? Rossz irányba halad? De ez mit jelent? Sokat elnyomás. Elnyomás van? Szeretetlenség. Klímaváltozás? Meleg van? Nem, én nyáron meleg szokott lenni, nem? Hát mondjuk augusztus 20-a után már nem annyira szokott meleg lenni. De... Hát ugye, amikor nekem mondják azt, hogy ilyen meleg, meg olyan meleg, én visszaemlékszem arra, hogy régen volt egy olyan, hogy kim volt egy hőmérő, mikor gyerek voltam, és pont rásütött a nap, és volt olyan, hogy 50 fokot mutatott. Tehát én még azóta nem láttam, még ebben a melegben se azt, hogy egy hőmérő, ami simán kin van a napon, kin az udvaron valahol, és akkor mondjuk 50 fokot mutasson. Na olyan van már, hogy a kocsiba, mit tudom, olyan volt, ez sem most volt nekem egy, még a 80-as években egy szocialista autóm, és abban volt egy kerek hőmérő, és az 70 fokig mutatott, és kiakadt, igen. Olyan volt, de az egy kocsiba, az egy más téma, az egy üveg mögötti, tehát az üvegen keresztül rásütött, és az egy teljesen más. És akkor utána ilyen volt a mutatója, ilyen körben meghajlott, azt utána úgy ment. Szóval pedig az a 80-as évek volt, amikor az 50 fokról beszélek, akkor még meg gyerek voltam. Hát ugye inkább azt mondanám, hogy ahogy idősödik az ember, egyre kevésbé tolerálja a meleget. Persze azért régen nem voltak ilyen 37-38 fokok, de most se. Mert én azért 36 foknál többet én nem mértem most. Árnyékba? Árnyékba, én nem mértem többet. Mértünk 40,5 fokot. Árnyékba? Hát én nem tudom, de én nem mértem ennyit. Minél? Tessék? Hát nem tudom, de én itt azt tudom, hogy a mi udvarunkon tele van hőmérővel is. És én nem mértem 36 foknál többet, az biztos. Hát az nem 36, meg 37, meg 40. Tehát én még itt Magyarországon árnyékban 40 fokot nem mértem. Sosem. Tehát sosem. Hát mondjuk, aki sokalja ezt a meleget, az menjen egy kicsit a sivatagba, és akkor ott megtudja, mi az igazi meleg. Hát nem tudom, milyen volt, de én mikor voltunk márciusban, nappal meleg volt, de éjszaka nem volt olyan hideg. Hát nem volt ott olyan nagyon hideg, hogy nem tudom én, mínusz lett volna, vagy valami ilyesmi, nem. Pedig március volt. Na mindegy, de nem is ez a lényeg, hogy... Hát 20 fok alatt, persze. Hát jó, de hát mert ott tényleg meleg van árnyékban. Tehát ott tényleg kibírhatatlan meleg volt. Tehát itt én Magyarországon azért nem éltem meg olyan melegeket, mint délen. Mit tudom, Görögországban, vagy Törökországban, vagy Tunéziában. Hát ott sokkal melegebbek vannak. Vagy voltak, aki mi még nem voltunk. Ugye Egyiptomban, hát ott sokkal melegebbek van. Tehát ha valaki sokkalja ezt a meleget, lemegy oda, és akkor már nem fogja sokkalni. Télen meg ugye sokkalja a hideget, el kell menni Szibériába, és rögtön nem fogja sokkalni a hideget. Ilyen egyszerű. Jó, tehát... Tehát ugye az a meleg vagy a hideg, attól függ, mihez képest nézzük. Tehát, jó? Tehát elégedjünk meg azzal, amink van, nem? Tehát örüljünk neki annak, hogy itt egy viszonylag normális klíma van. Tehát igazából ez a meleg mondjuk a napon gond inkább, az árnyékban azért nem annyira. Tehát azért árnyékban ki lehet bírni. Jó? Tehát, és ugye miért mondom ezt? Mert hát ugye eléged... Hoppá, nem, ja, nem is látjátok. Na, majd mindjárt. Hát de pont arról van szó, hogy elégedettség, vagy elég... Ennek megnézzük az ellentétét az elégedettségnek, akkor az elégedetlenséget
látjuk rögtön ennek a szónak ellentéteként, és ma, ha megnézzük, akkor a társadalmi szinten, az egyének szintjén van egy nagyon komoly probléma, és ez pedig az elégedetlenkedés, és az elégedetlenség. Tehát ha megnézed, gyakorlatilag egy olyan időszakot élünk, ahol azt generálják, hogy az emberek elégedetlenkedjenek. De szó szerint. Na most, hát ugye mi baj van az elégedetlenséggel? Hát nem akarok tanítani, csak mutatom. Jó, ezt mindjárt megmutatom nektek, hogy mi baj van az elégedetlenséggel. Jó, az a baj az elégedetlenséggel, hogy nekünk van egy ilyen skálánk, ezt mindjárt megmutatom, ha azt levettem, mert ugye ti csak ezt látjátok, egy pillanat, és akkor ezt mindjárt kicseréljük. Jó, ezt becsukjuk, és akkor már látjátok is, mindjárt, kisvártatva. Jó? Tehát az embernek itt kellene élni az életét valahol itt fönt, egy elvonal fölött, és az elégedetlenség az még, tehát valahol itt kellene élni a hangulatunkat, és ezzel szemben az emberek, ugye amikor elégedetlenkednek, akkor ellenségesség szintje az elégedetlenkedés. Tehát az ember elégedetlenkedik, akkor már itt le is ment a skála. Tehát mindig, mikor elégedetlenkedsz, hopp, már le is engedted magad ezen a skálán. És már is egy rossz hangulatban vagy. Tehát bármikor elégedetlenkedsz. De van itt olyan, hogy megelégedettség is, nézd oda. Látod, ez följebb van, az se egy túl jó szint, a megelégedettség, mert ezek az inaktív szintek. De ahhoz képest ugye egy jobb hangulat, ha megnézed. Tehát az embereknél elérik azt, hogy elégedetlenkedjenek. És ez az elégedetlenkedés, ez mindent. Tehát ott kezdődik a rossz hangulat, hogy az emberek elkezdenek elégedetlenkedni. És ha már elégedetlenkednek, akkor ezzel elkezdik generálni a problémáikat. Önmaguk generálják. Hát most gondolj bele, melyik a jobb, ha csak ezt a két szót összehasonlítjuk. Ugye megelégedettség, elégedetlenség, tehát melyik a jobb neked? Ha megelégedett vagy elégedetlen vagy? Tehát neked melyik a jobb? Hát az elégedettség, nem? Az egy jobb érzés, nem? Persze, hát nézzük meg, ha ezen a skálán 0,8-del feljebb van a megelégedettség, mint az elégedetlenség. Persze, hogy jobb, hát ha az ember jobb állapotban van, ezek egyébként hangulatokat határozzák, tehát hangulatokat mutatják, tehát az ember jobb hangulatban van, akkor persze, hogy jobban érzi magát. De egy olyan társadalomban élünk, ahol az embereknél elérjék azt, hogy rossz állapotban legyenek. Miért kell, hogy rossz állapotban legyenek az emberek? Ez nagyon egyszerű, mert ha rossz állapotban vannak, na, akkor inkább mondom az ellentétét. Ha jó állapotban vannak, akkor nem manipulálhatóak. Nem hipnotizálhatóak. Oké? Tehát az embereket például, ha leviszik a hangulatukat, akkor lehet úgy hipnotizálni, tehát ugye a klasszikus hipnotizálás az a következő, hogy van egy ember, akit hipnotizálni kellene, és van egy másik ember, aki hipnotizál, mert hipnotizőr, akkor egy légtérben vannak, és a hipnotizáló az hipnotizálja az egy légtérben lévő személyt. Na most, ha az embert lejjebb hozzuk a skálán, tehát ahhoz, hogy valakivel ezt meg lehessen csinálni, az már nem egy
mit tudom én, lelkes ember. Tehát egy lelkes emberre nem tudják megcsinálni, hogy hipnotizálják. Tehát ha az illető mondjuk éppen nem ilyen állapotban van, ezért amikor a, nem tudom, tudjátok-e, hogy mikor a hipnotizálást tanítják, akkor előtte az illető hangulatát le kell vinni. Tehát leviszi a hipnotizőr az illető hangulatát, vagy az illetők hangulatát, hogyha több embert hipnotizál, akkor leviszik, és akkor már tudja őket hipnotizálni. Ha jó, nagyon jó állapotban vannak emberek, akkor nem lehet őket hipnotizálni. Na most, ugye ez a köztudott, hogy egy légtérben hipnotizálnak. Igen ám, de az embereket lejjebb viszik hangulatba, akkor lehet távhipnotizálást csinálni. Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk a tévén keresztül tudnak hipnotizálni. Érted? A médián keresztül. Tehát, de ez még mindig az, hogy látod. Tehát látod, és a médián keresztül hipnotizálnak. De szó szerint. Na most, ha még lejjebb viszik a skálán, akkor már média se kell hozzá. És lehet hipnotizálni az embereket. Tehát ami azt jelenti, hogy fogják emberi lények, és kibocsájtanak olyan energiát, és olyan gondolatokat, amivel hipnotizálják az embereket. Emberi lények, embereket. Úgyhogy nincsenek egy léptérben, nem látják őket, és mégis tudják őket hipnotizálni. És mi a hipnotizálás? Az, hogy az illető igazából ő nem tudja. Tehát olyan, mintha álmodban, tehát álmodnál, de nem ébrednél föl az álom után, hanem aludnál tovább, és mikor fölébredsz, nem emlékszel az álmodra. Tehát a hipnotizálás az olyan, hogy utána nem emlékszik rá az ember, hogy mit csinált, érted? Tehát tehát éber állapot, mert annak látszik, hogy éber, csak nem tudatos állapot. Tehát nem tudatos állapot. Tehát, ami azt jelenti, hogy nincs olyan fajta működés, amit úgy hívunk, hogy jelen lét. Tehát az illető nincs jelen, ezért nem emlékszik a történésekre. Tehát az ember akkor tud jelen lenni, ha jó állapotban van. Ha az illető nagyon nincs jelen, és ezt el tudják kérni, hogy ne legyen jelen a hipnotizőrök, és az illető gyakorlatilag azt csinálja, amit csináltatnak vele, de látszólag a saját túlélése ellen nem tudják hipnotizálni. De mégis be tudnak építeni olyan képeket, amire ő azt hiszi, hogy jelenlét, nem tudom, világos-e. Tehát mondjuk biztos láttál már a tévében ilyet, olyan filmet, hogy ő azt hitte, hogy vízbe ugrik, mondjuk egy úszómedencébe, hát közben nem volt benne víz. És beleugrott és meghalt. És hipnotizálás alatt csinálta ezt. Tehát olyan képet vetítenek elé az elméjébe, tehát ugye az elméjét manipulálják, olyan képeket vetítenek az elmébe, amiről ő azt hiszi, hogy az egy valós kép. Érted? És közben nem valós. Na most, hát az elégedetlenkedés az elindítja az embert hangulatba lefele. És ha az ember elkezd elégedetlenkedni, akkor egyre inkább el tudják. Tehát például egy elégedetlenkedő emberrel már meg lehet azt csinálni, hogy a tévén keresztül távhipnotizálják. Vagy egy filmen keresztül távhipnotizálják, vagy egy, mit tudom én, egy YouTube csatornán, egy YouTube videón keresztül távhipnotizáljanak. Na most, ugye ez a baj a YouTube videókkal, főleg a profi YouTube videókkal. Miért? Mert honnan tudod, egy, hogy abban mi az igaz,
És honnan tudod, hogy nincs-e beépítve távhipnotizálás? Ha? Na, honnan tudod? Sehonnan. Hát ennyi a válasz. Sehonnan. Tehát nem valószínű, hogy van egy olyan képességed, hogy nézed a YouTube videót, és közben mondják, hogy éppen most itt volt a hipnotizálás. Nem a videóból mondják, hanem mondjuk fentről. Érted? Vagy valami hasonló. Érted? Ezért ugye emberek néznek filmeket, néznek dokumentumfilmeket, vagy néznek, mit tudom én, YouTube-os előadásokat, és hát főleg mondom, azokat kell nagyon feltételesen nézni, ami profi meg vannak csinálva. Mert miért csinálták meg profin? Meg hát a profi megcsinálják, akkor gondold végig, ott azért volt mögötte egy komoly háttér. Érted? Mert háttér nélkül, meg tudás nélkül nem lehet valamit profin megcsinálni. Tehát ha valamit profin csinálnak, akkor a mögött van valami, hogy miért csinálták meg profin. Világos ez? Meg honnan volt mondjuk akkor a technikai háttér, hogy profin megcsinálják? Mert az ugye technikai háttér kell hozzá, hogy profin megcsinálják, meg személyi állomány, olyan személyek. Tehát mondjuk egy előadó, aki előadást tart, az általában nem profi marketinges is, vagy profi informatikus, nem? De nem is profi programozó általában. Oké, ami azt jelenti, hogy mögötte valami olyan stáb van, amely ezt csinálja. De miért? Hát egyértelmű, nincs más válasz, hogy manipulálva legyél. Nem kérdés. Tehát most, ha jobban meggondolod, hogy ugye milyen világot élünk. Mit tudom én, el akarnak neked adni egy doboz, bocs, hogy ezt kell mondani, szart, akkor szépen, szuper csomagolásba becsomagolják, és azt hiszed, hogy te egy jó dolgot vettél, nem? Hát egy ilyen világot élünk. Tehát minden erről szól, hogy eladják neked azt, ami igazából neked nem is jó. Nem? Hát ugye az még, hogy nem is kell, az még egy dolog, de hogy nem is jó, sőt, egyenesen károdra van. És simán eladják azért, mert profi háttér, szépen becsomagolja az egészet, érted? Tehát most gondold végig, hogyha profi a háttér, akkor tuti, hogy ott van valami háttértámogatás. Az Hodziher. Tehát van egy komoly stáb, amely azzal foglalkozik, hogy azt a valamit eladják. Na most, hogyha bármit veszel, most akkor az a lényeg, hogy van eladva, vagy az a lényeg, hogy mi a tartalma a csomagnak? Hát nyilván az utóbbinak kéne lenni, de mégse így működik. Hát nem így működik, mert az embereket már levitték arra a szintre, hogy ne gondolkodjanak. Ugyanis azon a szinten, hogy elégedetlenkedés, elkezdődik a nem gondolkodás. Érthető ez? Tehát ott kezdődik az, mivel bekapcsol az embernek az az elméje, ami nem tud gondolkodni, az az elmerész, mert ugye két fél elménk van, az az elmerész bekapcsol és lekapcsol a gondolkodó elme, és bekapcsol a nem gondolkodó, hanem az ösztönös elme, tehát elkezdünk úgy működni, mint az állatok, szó szerint, tehát az állat, akkor mondhatod, hogy egy állat okos, hogyha be van tanítva. Egy állatot nem tanítanak be, arra soha nem tudod azt mondani, hogy okos. Érted? Tehát egy állat be van tanítva, akkor szokták mondani rá, hogy ez milyen okos állat. Hát nem okos, csak be van tanítva. Na most ez azt jelenti, hogy a nem gondolkodó elménk, hanem az ösztönös elme, az egy betanított
képtelen a gondolkodásra, csak a betanításokra nyúl vissza. Tehát amit az ember betanult, vagy betanították rá, arra, tehát az az, ami működteti azt a részt. És amikor az ember neki kicsit rosszabb a hangulata, tehát elkezd elégedetlenkedni, akkor ez a betanított elméje kezd el működni. Nem a gondolkodó. Tehát amikor egy rosszabb állapotot azt látod, hogy töpreng gondolkodik, akkor az nem gondolkodik, jó? A gondolkodás azt jelenti, hogy egy gondnak a megoldása. Tehát gondoldás, a gondolkodás. Tehát, hogy az ember képes a gondját megoldani. Na most akkor nézz körül a világba, és nézd meg, hogy milyen arányban képesek az emberek gondjaikat megoldani. Mondjuk itt Magyarországon. 10%? Körülbelül még azt a számot sem lehet mondani Magyarországon a lakosságra vonatkoztatva, hogy a 10% az így oldaná meg a gondjait. Na és akkor még arra nem is beszéltem, hogy nem elég, hogy ugye rossz állapotban az ember képtelen ugye gondolkodni, hanem rossz állapotban az ember létrehozza a hibázásaival a gondokat meg a problémákat. A további gondokat meg további problémákat. És akkor ez egy öngerjesztő folyamattá válik, és nem kell csak elérni, hogy az emberek elégedetlenkedjenek. Tehát nem kell jó politikát csinálni, nem kell jó sportot csinálni, semmit nem kell jól csinálni, mert ha jól csinálnának bármit, akkor az emberek nem elégedetlenkednének. Tehát mindenbe be kell rakni eleve hibákat, hogy az emberek elégedetlenkedjenek. Világos? Nem kell gyorsan megoldani autópályaépítkezés, semmit. Semmit nem kell gyorsan megoldani. Nem kell megoldani, hogy az utak hamar készen legyenek, mert akkor az emberek esetleg még elégedettek lennének. Világos ez? Tehát szépen megcsinálják azt, hogy minden, ki ezzel, ki azzal, ki amazzal, találjon valami olyan dolgot, amivel elégedetlenkedik. Nem így van? Hogy azt mondjátok, hogy nem így van? És onnantól kezdve az ember, mikor elégedetlen, elkezdi gyártani a saját problémáit. Meg esetleg másoknak is természetesen. Csak mivel az emberek ezeket nem tanulják, nem tanítják nekik. Miért tanították volna? Hiszen a szülők se tudták. Meg a tanárok se tudják természetesen. Hát de a pszichiáterek tudják. Azok tudják. Nem árulják el. Csak nem árulják el? Mert azok a multinacionális cég tulajdonosoknak adnak tanácsot, meg a kormányfőknek adnak tanácsot. Meg a minisztereknek adnak tanácsot, meg az államelnököknek adnak tanácsot. Érted? Vagy tanácsokat. És azoknak elmondják, hogy hogy kell az embereket manipulálni. Tehát nagyon egyszerű. No. De mégis így tettem föl ezt a kérdést, hogy elégedett vagy-e. Tehát, ami nem tetszik a világban, nyilvánvaló, azzal nem kell, hogy elégedett legyél. Tehát, hogy félrenértés. De ne indítson arra, hogy mindennel elégedetlenkedj. Érted? Tényleg valami nem jó. Akkor ugye tűzd ki célul, hogy jobb legyen. És akkor onnantól kezdve már nincs elégedetlenkedés. Nem tudom, világos-e. Na most... megmondom őszintén, én ezzel nem voltam elégedett. Ezért a következő lépésben kitűztem azt célul, hogy én elégedett akarok lenni azzal, ami felé a világ halad. Ezért csináltam rá olyan célt, érted, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nyilván ebbe kaptam egy kis, nem kis felső támogatást, de ez egy dolog.
Érted? De akkor is az volt, hogy nem voltam azzal elégedett, amifelé megy a világ, de én nem maradtam ennyibe. Érted? Mert az a baj, hogy az emberek elkezdenek valamivel elégedetlenkedni, most mondok példát, elkezd elégedetlenkedni a párjával. Jó, és kitűzi azt a célt, hogy legyen egy olyan párkapcsolat, ahol nem elégedetlenkedik a párjával. A fenét elégedetlenkedik tovább, és ha már a párjával elégedetlenkedett, akkor elkezd elégedetlenkedni ezzel a területtel, munkájával, szüleivel, gyerekével, stb. Jövedelmével, mindennel elkezd elégedetlenkedni. Nem így működik? Így működik. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy elégedetlen vagyok ezzel, és kitűzöm célul, hogy ne legyek elégedetlen azzal, nem? Hát nem ez lenne a logikus? És az emberek ezt csinálják. Jó, hát most beleraktam egy kis tanítást. Jó? De ezt csinálják az emberek. Tehát az elégedetlenség elégedetlenséget szül. Van is egy ilyen mondás. Tehát további elégedetlenséget szül az illetőnél. Tehát ugye a módszer az a következő, hogy tanítsak mégis itt az elején, hát az a módszer, hogyha van valami, amivel elégedetlenkedsz, akkor tűzd ki célul, hogy jobbá teszed, megváltoztatod. Érted? Pozitív irányba. Hát jobbá teszed, így van. Ennyi. Hát persze, mit csinál a legtöbb ember? Hát ugye van egy mondás, hogy a probléma megtalálásához nem kell 3 számjegyű IQ. Ez egy mondás. Persze, bőven elég. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy problémát minden hülye tud találni. Nem? Na most. Tehát az ember, ha talál valami problémát, akkor akarja megoldani. És az lehet akármilyen nagy probléma. Az lehet a világ problémája. Na most gondolj bele, itt van, említettétek felmelegedést, valaki mondta. Ki mondta a felmelegedést? Te mondtad, Andi? Így van, klímaváltozás. Van a klímaváltozás, a fenét azt van. Gerjesztik, direkt csinálják a klímaváltozást. Tehát ez nem magától jön létre. Nem kell még hozzá még HARP se. Hát a klímaváltozást úgy lehet elérni, hogy nagyon egyszerű, hogy csökkenteni kell a növények számát a bolygón. És már is megvan a klímaváltozás. Hát pofon egyszerű. Hát így van. Milyen növények? Hát nyilván elsősorban fák. Természetesen. Tehát csökkenteni kell a fák mennyiséget a bolygón, és onnantól kezdve létrejön a klímaváltozás. Ennyi. Ez olyan pofon egyszerű, mint az egyszer egy. Hát de ne is az Amazonasból induljunk, hanem a sivatagokból. Hogy a sivatagok helyén régen dús növényzet volt. És az, hogy most ott nincs dús növényzet, azt az ember idézte elő. Ez ennyi. Méghozzá a buta ember idézte elő. Nem az okosak, hanem a buták. A tudatlanok. Tehát akik fölélték a saját élőhelyüket. És fölélték a fákat, és nem telepítettek helyette másokat. Milyen egyszerű. Jó, szóval lényeg az, hogy olyan, hogy ha megnézzük a bolygón bármilyen problémát, tehát amilyen, hát a globális jellegű probléma, mind visszavezethető az emberek tudatlanságára. Mind. Nem találsz olyan globális problémát, ami ne lehetne visszavezetni az emberekre. Az emberek gondolkodásának a fogyatékosságára. Tehát
azt lehet mondani, hogy az emberek fogyatékos gondolkodásúak. Nem? Így van. Így van. Így van. Szóval, ha az ember, még egyszer mondom, bármilyen területtel elégedetlen, akkor akar jobban, tűz ki célul az ellenkezőjét. Ennyi. Nem? Nem ez lenne a normális? Te gondold végig, egy jó állapotú embernek így kéne működnie. Mindenkinek. Na nézzük tovább. Ezeket kihagyjuk most. Nézzük meg, mit csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képességekkel váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, és a lelki fejlődésre. Hát ugye emberek és élet jobbítása. Tehát az élet jobbításhoz tartozik az is, hogy az életterünket jobbá tesszük, nem? A környezetünket jobbá tesszük. Élhetőbb helyé tesszük a környezetünket, nem? Egyedülállóan itt minden egy helyen megtalálható. Ráadásul még a legkedvezőbb feltételekkel. Tehát csak itt van a három az egyben. Helyrehozhatjuk a saját életünket. Helyrehozhatjuk mások életét. Bejuthatunk az aranykorba. Na, beszéljünk erről a három dologról egy kicsit. Helyrehozhatjuk a saját életünket. Na most, ugye volt ott egy, azon a skálán, skála részleten, amit ugye mutattam, volt egy olyan pont, ami az elégedetlenség ellentéte volt. Ez melyik is volt? Megelégedettség, így van. Na most, egy jobb élet legnagyobb ellentéte, tudod micsoda? Az elégedettség. Tehát ugye beszéltem arról, hogy miért nem jó az elégedetlenség, akkor most beszéljük arról, hogy miért nem jó az elégedettség. Tehát gondold végig, hogy ha valamivel elégedett vagy, akkor nem akarsz kitűzni arra új célt. Ez teljesen egyértelmű, nem? Tehát amivel az ember elégedett, az azt szeretné, hogy úgy maradjon, kész. Ott avval kapcsolatban egy cél szokott lenni, kimondatlanul egy cél van, maradjon úgy, ahogy van, mert én azzal teljesen elégedett vagyok, nem? Na most, ez nem viszont nem cél. Tehát az állandóság az nem új célkitűzés. De egy ilyen társadalomban élünk, hogy az emberek azt hiszik, hogy az állandóság is egy cél. Az állandóság, ha az ember kitűzi célul, ami ugye nem cél, akkor az a visszafejlődés kezdete. Mindig így volt, és mindig is így lesz. Tehát amikor az ember elégedett valamilyen helyzettel, és nem akar jobbat abban azon a területen, akkor ez már baj. Hát már baj. Az a továbbfejlődés egyik legnagyobb gátja. Érted? Tehát akkor azon a területen, ha nem lesz jobb. Nem lesz jobb. Tehát akkor nézzük még egyszer. Ha elégedetlenkedsz, cél kell kitűzni. És ha elégedett vagy valamivel, akkor is. Oké? Okay? Akkor is. Tehát akkor is cél kell kitűzni, hogy ha elégedett vagy egy területtel. De miért? Miért?
Ugye már itt említetted, hogy dolgozni kell. Hát de lehet dolgozni észre, vagy lehet dolgozni ész nélkül. Nem? Így is úgy is lehet dolgozni. Hát az ésszel dolgozás az azt jelenti, hogy a mentális lehetőségeidet igénybe veszed. Tehát nem csak a fizikai lehetőségeid veszed igénybe, hanem a mentális lehetőségeid. Azért mondom, hogy lehetőségeid, mert van, akinek ebből több van, van, akinek ebből kevesebb van. Ugyanúgy, mint vannak gyengébb fizikumú emberek, meg erősebb fizikumú emberek. Ugyanis mentálisan is vannak gyengébbek, meg erősebbek. Tehát kinek milyen a mentális lehetősége? Hát nyilván annak alapján tud rásegíteni a fizikai cselekvésre. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak el egy kis történetet. Ugye nemrég beszéltem valakivel, és mondja nekem, hogy nincs párkapcsolata. És hát mondom, és mit teszel érte? Hát mentálisan programozom, hogy legyen. Nem olyan fizikailag mit teszel érte? Hát fizikailag nem tudok, mert nincs időm. Hát mert sokat dolgozik olyan munkával, ami miatt ugye azon kívül, hogy pihen, gyakorlatilag nem sok más egyéb ideje van. És mondom, olyan, hogy olyan helyre el szoktál járni, ahol lehetne találkozni ellenkező magad korabeli neműekkel? Hát nem. Tehát mondom, akkor még egyszer, fizikailag mit teszel? Tehát már az egy dolog, hogy mentálisan, de fizikailag mit teszel? Tehát ugye végül rájöttünk, hogy fizikailag nem tesz semmit. Tehát mondom, egy olyan világban élünk, és ezt mondom nektek is, hogy hát van egy fizikai testünk. És ez a fizikai test egy igen komoly szerepet tölt be az ember sorsában, nem? Életében. Tehát ezzel igen sokat kell foglalkozni. Nem? Ezzel a testtel. Na most, mivel ez egy fizikai dolog, akkor onnantól kezdve mi a fizikától nem szakadhatunk el. Ugye kétféle gondolkodást látok úgy alapvetően az embereknél. Hát vannak az anyagba zárt emberek, akik teljesen csak anyagcentrikusan tudnak gondolkodni, és vannak a spirituális, szellemileg nyitott emberek, ugye akik már szellemileg fejlődtek, akik meg azt gondolják, hogy mentális gondolkodással, tehát tudatos mentális gondolkodással gyakorlatilag bármit elérhetnek. És ők már a fizikai megvalósításból egy kicsit visszavonultak. Tehát ugye az anyagba zárt az visszavonult a mentális gondolkodástól teljes egészében, na most a szellemi emberek meg visszavonultak a fizikai teljesítésben. Tehát az egyiknek van a fehér, vagy a fekete, a másiknak meg a fehér. És hol a szürke? Az vagy kimaradt. Mint úgy általában az embereknél, nem? Valahogy pedig a szürkének több árnyalata van, mint a feketének meg a fehérnek együtt. Nem? Mert a szürkének eszméletlen sok árnyalata van, több millió gyakorlatilag. A feketének meg a fehérnek nincs annyi árnyalata. Közel se. Együtt sem, meg sem közelíti a szürke árnyalatot. Na most, és az életünkben miért nincs szürke? Tehát miért nincs köztes? Tehát nem véletlen adatott meg nekem az, hogy ugye én 87 óta foglalkozok emberekkel, és ez alatt ugye én foglalkoztam anyaggal, az embereken kívül anyaggal, és foglalkoztam szellemiséggel. Ugye 2010-től főtevékenységben ugye szellemiséggel foglalkozok,
De 87-től 2010-ig tehát gyakorlatilag anyaggal foglalkoztunk. És ugye három olyan területen lettünk az anyaggal kapcsolatosan piacvezetők, ami anyaghoz kapcsolódik, és a szellemiséggel kapcsolatosan pedig egy területen vagyunk piacvezetők. Tehát én megéltem az anyagi világot is teljes egészében, és megélem azt, amit ugye szellemiségnek lehet nevezni. És ezért én nem olyan voltam, hogy 40 éve szellemiséggel foglalkozok. Érted? Tehát én foglalkoztam ezzel is, meg azzal is. És tudom, hogy a kettőnek párhuzamosan kell működnie. Tehát úgy elérni eredményeket bármilyen területen, hogy csak az egyik területre támaszkodsz, ezáltal sokkal nehezebben érsz el bármit. Tehát ugyanúgy, ha csak a fizikai világra támaszkodsz, akkor sokkal nehezebben fogsz elérni dolgokat. Ugyanúgy, hogyha a szellemiségre támaszkodsz, akkor sokkal nehezebben fogsz elérni dolgokat. Tehát az embernek egyensúlyt kell tartania közt a két dolog közt. Tehát mind a kettőnek működnie kell az ember saját életében, és akkor fog jól működni. Tehát bármit szeretnél megvalósítani az életedben, ez a kettőnek szinkronba kell lennie. Jó, egy kicsit a szellemiség felé kell elbillenni a mérlegnek, de nem túlságosan. Tehát egy olyan világban élünk, ahol mondhatjuk azt, hogy ketté szakadt a társadalom, egy nagy rész anyagi világba zárt, főleg itt a nyugati társadalomban, egy kis rész pedig szellemvilágba zárt, tehát a szellemiségbe zárt. Most itt a nyugati társadalomról beszélünk. A nem fejlett civilizációban meg pont fordítva van. Hát ott, ha megnézed, mit tudom én, nem fejlett olyan társadalomban, ami nem városokban élnek, és nem a nyugati féltekén élnek, mit tudom én, mondjuk Indiában, hát az emberek nem, elsősorban a szellemiséggel foglalkoznak. És hát dolgozni meg nem nagyon dolgoznak. Tehát azt hiszik, hogy majd magától megoldódnak a dolgok, mert ugye a szellemiség megold mindent. Tehát az emberek ilyen beleszakadtak valami két végletbe. Vagy az anyagba, tehát itt bolygószinten, vagy a szellemiségbe. Hát miért nem lehet ezt összehozni optimálisan? Érted? Hogy a kettő együttműködjön. Tehát ez a bolygó erre egy iskola, hogy ezt a kettőt jól tudjuk együttműködtetni. Tehát miért kell, mit tudom, vannak olyan emberek, akik régen anyagi világba zártak voltak, most elindultak a szellemiség útján, és hát most akkor szellemiséggel megoldok mindent. Hát ez nem így működik. Nem így működik. Tehát nekem ennek az ellenkezőjét senki nem tudja megmagyarázni, mert én mind a két területen eredményeket tudtam elérni. Érted? Tehát én megéltem mind a két területnek az előnyét is, meg a hátrányát is. Jó? Tehát azokról a dolgokról, amiket tőlem hallotok, ugye azt én nem ugatom, hanem én azokat meg is csináltam. Jó? Vagy megtapasztaltam legalább. Szóval, ott tartottunk, hogy helyrehozhatjuk a saját életünket. Tehát a saját életünket úgy tudjuk helyrehozni, hogyha szellemileg fejlődünk, és megtesszük azt, amit meg kell tenni. Érted? Tehát önmagában az, hogy várjuk, hogy minden rendbe jöjjön, mentálisan várjuk, az úgy édes kevés. Helyrehozhatjuk mások életét, akik kérik. Hát mindig az az első, hogy akik kérik, az már csak második, hogy megérdemlik, mert azt nem tudjuk előre, hogy megérdemli vagy nem. Az mindig csak utólag derül ki, hogy megérdemli vagy nem. Már a második segítés lehet úgy, hogy megérdemli vagy nem, de az első az mindig kéri. És kik nem szokták kérni a segítségedet? A szellemi fejlődésben. Kik nem szokták kérni a segítségedet? Nem, konkrétan. Hozzátartozóid, barátaid.
ismerőseid. Na, ezek nem szokták kérni. Nem? Pont ezek nem szokták kérni. Egyébként kérik mások, de a hozzátartozóid, a barátaid, az ismerősök, a régi ismerősök, tehát nem új ismerősök, a régi ismerősök, azok köszönik, nem kérnek a mentális fejlesztő segítségedből. De te szoktál csak úgy segíteni, kéretlenül. Szokjál le róla. Jó? Tehát tessék leszokni róla. Ha nem kér, nem adsz. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy én bejelölgetem az embereket, akiket ismertem, vagy rokonok, barátok, teljesen mindegy, bejelölgettem Facebookon, és onnantól kezdve ugye rám látnak. De én nem szólok nekik semmit. Ha ők akarnak valamit, majd jelentkeznek. Hát ugye annak segítünk, aki kéri. Világos ez? Na, ez megint egy tanítás volt, ha valaki esetleg nem így csinálja. Jó, de én ezt így szoktam csinálni. Na, akkor nézzük. Tehát akkor tudod helyrehozni mások életét. Egy, ha kéri, hogy segítsd. Kettő, ha segíted. Harmadik, jó, ha bekerül egy csapatba. Tehát miért kell csapat? Hát, hogy az ember lássa azt, hogy ha ő meg tudta csinálni, akkor én is. Tehát mit tudom én, nem akarok felsorolni spirituális előadókat, de sorolhatnánk egy jó párat, akiknek nem volt soha csapatuk, hanem csak előadók voltak. És nem bíztatták arra az embereket, hogy egy közösségbe legyenek. Hát nem is változtak meg az emberek. Érted? Persze tetszik az előadás, meg ilyen elmegy egy ember egy ilyen előadásra, és szimpatikus, és na most fog megváltozni az életem. Hát csak nem változott meg senkinek. Tessék? Egy-két percig. Így van. Hát aznap. Aznap, ameddig el nem hagyja az előadást. Azt utána onnantól megy tovább vissza az élete ugyanúgy, ahogy eddig ment. Hát eleve ott kezdődik, én még olyat nem láttam, hogy valakinek bármilyen területen az élete mondjuk egy nap alatt változott volna. Egy nap hatására változott, vagy két nap hatására változott volna. Vagy három nap hatására, vagy három hét hatására változott volna. Senkinek semmi. Hát eleve ott kezdődik, hogy ahhoz, hogy változás legyen, környezetváltozásra van szükség. Ha nincs környezetváltozás, akkor visszarendeződés van. Az egy környezetváltozás, hogy az ember egy új közösségbe kezd el járni rendszeresen. Na, az egy környezetváltozás. Ha eddig nem járt, akkor innentől kezdve jár, na az már egy környezetváltozás. De akkor is számít, hogy az új környezet és a régi környezet milyen hatással van rá. Tehát melyik van nagyobb hatással. Ha továbbra is a régi környezet van nagyobb hatással, mitől lenne változás? Tudod, mi van olyankor? Visszarendeződés. Tehát az ember elhatároz, utána visszarendeződik. Elhatároz, visszarendeződik. Elindul egy úton, majd visszarendeződik. És akkor csodálkozik, hogy mindenféle problémája lesz, mert vagy el se indult az útján, vagy nem az útján halad. Világos ez? Tehát az embernek egyszerűen muszáj, tehát csináljuk azt, hogyha valaki később jön, akkor inkább kihallgatja addig, mert most a fél társaság téged néz, hogy később jöttél. Jó, oké. Jó, tehát akkor az előtérben marad kint. Onnan is lehet hallani az előadást, csak legfeljebb látni nem. Szóval a lényeg az, hogy úgy lehet helyrehozni az emberek életét, hogyha kérik a segítséget, elkezdjük a segítségnyújtást, és bekerül az ember egy olyan más környezetbe, ami elindít benne egy olyan fajta igényt, hogy megszabaduljon a régi környezetétől. Komolyan mondom. Milyen régi környezet? Most nem feltétlenül arról beszélek, hol laksz. Mert ahol laksz, te azzal tartasz kapcsolatot, akivel akarsz, nem?
Ha akarsz, sose beszélsz a szomszédoddal, és akkor mi van? Legfeljebb ráköszönsz, az annyi. Tehát ha nem szimpatikus a szomszéd, kell köteles vagy vele beszélgetni? Nem. Annyi, hogy ráköszönsz, az annyi. Ez ennyivel, annyi volt. De ugyanezt nem teheted meg a barátaiddal, nem? Hát általában ez úgy működik, hogy amilyen az ember, olyan a barátai. De ez inkább úgy mondanám, hogy amilyenek a barátok, olyanok vagyunk mi. Nem? Tehát ha az ember változtatni akar, rá kell nézni a barátokra. És akkor azt mondja az ember, hogy ilyenné akarok változni, mint ők. Hát nem kell ilyenné változni, mert ilyen vagyok, mert ők a barátaim. Tehát ugye hasonló hasonlót vonz, ami azt jelenti, hogy a mindenki, ha jobban megnézi, olyan, mint a barátja. Vagy olyan, mint a barátai. Oké? Tehát, hogyha azt akarja az ember, hogy változzon, akkor vagy fejlődnek veled a barátaid, hát vagy nem fogsz fejlődni. Érted? Tehát vagy ráveszed a barátaidat, hogy fejlődjenek veled, hát vagy nem fogsz fejlődni. Ilyen egyszerű. Tehát én még olyat nem láttam, hogy valaki úgy fejlődött volna folyamatosan, hogy bizonyos kapcsolatoktól nem szakadt el. Azoktól, akik nem akartak vele fejlődni. Hát figyeld, én 96-ban nyilvánosan, kazettára felmondva beszéltem arról, hogy a feleségemnek fel kell szállni a vonatra. Érted? Az azt jelenti, hogy velem kell jönnie. Tehát, mert ő addig nem járt rendezvényekre. 96-ig. És annak hatására kezdett el járni rendezvényekre. Mert az én haladásom, az én fejlődésem az azáltal, hogy olyanná váljak, hogy képes legyek adni nektek, érted? Az számomra mindennél fontosabb volt. Már akkor. Érted? 96-ban. És akkor fogta, és a nejem felszállt a vonatra, és elkezdett járni a rendezvényekre. Tehát én nem véletlenül behoztam a barátaimat anno annak idején, csak nem maradt benne egy se. És utána ők sem, nem is lettek tovább a barátaim. Nem kell arról aggódnod, hogy utána is a barátaim legyenek, hogy vissza, vagy lettek, vagy maradtak, és hogy visszahúzzanak. Nem, onnantól kezdve barátság nyista, kész, ennyi. Tehát nem vagyunk haragban, most félre ne ért, csak nem vagyunk barátok. Mert ugye a baráttal mi a baj? Túl sokat van veled. Az a baj. Komolyan? Túl sokat van veled, így van. És lesüllyedsz arra a szintre, amin a barátod van. Vagy azon a szinten vagytok mind a ketten, most ez most részletkérdés. Tehát lényeg az, hogy úgy hozhatjuk helyre mások életét, hogyha vannak szabályok, amit emberek betartanak. Tehát ez egy szabály, hogyha az ember ugyanabban a környezetben van, és fejlődni akar, és ugyanazok az emberekkel barátkozik, kommunikál, találkozik, stb. Nem tud fejlődni. Megfeszül, érted? És nem lesz fejlődés. Ő akar, de egyszerűen nem tud fejlődni. Képtelenség fejlődni úgy, hogy visszarángatnak, érted? Hogy a környezet állandóan visszarángat, nem lehet úgy fejlődni. Hát ezért vannak olyanok, hogy elkezdik a fejlődést, és abba hagyják, mert a környezet visszarángatja. Hát eleve ott kezdődik, hogyha az ember elkezd fejlődni, akkor új szokást kell fölvenni. Új szokásokat kell fölvenni. Például új szokás, szerda, vasárnap képzés. Az egy új szokás. Eddig nem volt része az életének. Ha nem teszi részévé, hogy legalább interneten keresztül, hoppá, megnyomtam véletlenül,
nagy hadonászásban egy gombot. Tehát ha nem teszi szokássá az ember ezt a szerda vasárnapot, ugye szerda este, vasárnap délután, akkor mi lesz? Hát majd felvételről megnézem. Aha, és akkor, de mikor? Mikor nézed meg? Nincs rá időd. Szépen elúszik az egész. Tehát már az sok embernél problémát jelent, hogy betegye a napi rendjébe a szerda estét meg a vasárnap délután. Érted? Már ez problémát jelent. Nem tetszik mondjuk a családnak, hogy ő most, mit tudom én, szerda este nekiáll élőben képzést nézni. Nem tetszik a családnak, hogy ő vasárnap délután nekiáll élőben képzést nézni. Biztos láttatok már ilyet, de most ebben nem mondok újdonságot. Abszolút. És hogy csak a családról beszélünk. Most gondoljátok végig, ugye én 91-ben kezdtem el rendezvényekre járni. Tehát 91-től. Majd 93-tól abszolút rendszeres rendezvény lett. Első dolgom az volt, hogy a családnak megmondtam, hogy ekkor nekem rendezvény van. Ugye akkor, tudom én, keddenként volt, hetente egyszer, este, ekkor rendezvény van. És utána azt mondtam, hogy minden hogy hónapban van egy, egy szombat-vasárnap, akkor még szombat-vasárnap volt. És onnantól kezdve az tabu. Vagy nem leszek ott azon a rendezvényen, amit ők akarnak szervezni. Érted? Ennyi. Tehát eleve, például valaki helyre akarja hozni mások életét, és ez az illető nem tud nemet mondani, akkor sose fogod helyrehozni az életét, érted? Soha. Tehát egyszer nem tud nemet mondani a családnak, mert a család ilyen-olyan rendezvényt szervez, mit tudom én, születésnap, névnap, most erre gondolj, mit tudom én, most csak bulizzunk egyet, vagy lehetőleg egy olyan időszakra rakjuk pont, amikor neked van a TPH-s rendezvény, mert ez is jellemző néhány családra. Komolyan, hogy direkt arra szervezik, tudják, mert előre nekünk minden időpont le van foglalva egy évre, és tudjuk, hogy mikor lesz minden, de ők pont arra rakják. Hát ő az életben fog megváltozni, érted? Tehát ha nem tud nemet mondani a családnak, életben nem fog megváltozni. Tehát egy embernek akkor változik meg az élete, hogy mondom, ha csinál egy környezetváltozást. De most ne úgy értsük még egyszer, hogy el kell költözni. Hanem környezetváltozás az a barátok. Az a barátok. Vagy a másik, hogy alkalmazkodnak hozzád a barátok, meg a rokonok. Ennyi. És nem te alkalmazkodsz. Mert vannak fontosabb dolgok. Tehát most gondolj bele, ha nincs szellemi fejlődés, akkor ez ennek az emberiség számára lejárt az idő. Tehát vagy ez az emberiség elkezd szellemileg fejlődni, vagy ennek az emberiségnek lejárt az ideje. Most akkor melyik a fontos? Az, hogy ünnepeljünk meg egy névnapot pont tanulási időszakban, vagy éppen a szellemiség lenne a fontos? A szellemi fejlődés. Hát nem kérdés, nem? Tehát a legtöbb ember nem tudja, mi az, hogy fontossági és sürgősségi sorrend. Tehát ugye ennek az emberiségnek van 15 éve. Ez annyi, ez lejárt. 15 év alatt fel kell arra a szintre fejlődni, hogy egy következő korszakba bekerüljenek. Ezt úgy hívják, hogy aranykor. És ezt nem csinálják meg, akkor leúszhatják magukat a WC-n. Ennyi. Értitek? Tehát most akkor melyik a fontosabb? Hát egy névnapot, születésnapot meg lehet ünnepelni bármikor. Ez osztálytalálkozó bármikor lehet, vagy bármilyen egyéb rendezvény bármikor lehet. De ezek nem, mert ez szerda, vasárnap, meg havonta egy, vagy egy plusz vasárnap. Ennyi. És akkor még negyed évente van egy olyan, akik járnak vezetőképzőre, hogy vezetőképző. De az is meg van határozva előre. Hát többi a szabad, a többi nappal azt csinálsz, amit akarsz. Tehát nem azt mondjuk, hogy a hetek, meg a hónapok, meg a napok többségével akarunk rendelkezni. Nem, ha van, rendelkezte. Jó?
Na most gondolj bele, hogyha az emberek nem fejlődnek, hogy lesz jövő? Tehát akkor mi a fontos? Hát csak az a fontos, hogy kezdjenek el fejlődni. Nyilván mindenki a saját tempójába, de fejlődjenek, basszus kulcs. Nem? Tehát, hogy most lassan tyúklépésbe halad előre, vagy nagy lépésekbe halad, most ez most részletkérdés. Az már az ő dolga. De haladjanak. És akkor nézzük, a bejutni az aranykorba. Hát ki fog bejutni az aranykorba? Hát azok, akik nem fejlesztik magukat, azok tuti nem. A történelem során nem egy olyan nép volt, amit fogtak és kimentettek, inkább nem is népek, hanem embereket mentettek ki, mert nem népeket nem mentettek ki, hanem népekből embereket mentettek ki, kimentettek és elhagyták a bolygót. Hallottatok már ilyen népekről? Maják például, így van. De inkákról is. Így van, inkák is. De még azon kívül is voltak népek, amit fogtak, és nem az összeset, hanem kimentettek, ami azt jelenti, hogy a bolygóról elvitték őket. Hát mivel vitték el? Hát nyilvánvalóan űrhajóval, hát ez nem kérdés. Így van, hát nyilvánvalóan. Csak nem ilyen miniatűr űrhajóval, mint meg ilyen korszerűtlen űrhajóval, mint amivel itt az amerikaiak meg az oroszok próbálkoznak. Érted? Hanem játszadoznak, mondjuk kicsik játékűrhajók ezek csak. Hanem annál százszor, ezerszer fejlettebb űrhajókkal, amiben be lehetett pakolni akár több tízezer embert, vagy több százezret adott esetben. Érted? A világos? Majd szünetbe. Jó, tehát értitek? És akkor azokat kimentették, akiket meg nem akartak kimenteni, azt nem mentették ki. Azt ennyi. Most pedig a kutatók keresik azt a népet, hogy hova lett. Szó szerint, nem hiszed, nézz utána. Hova lettek azok a népek? Itt voltak a bolygón és eltűntek. Tudod, azok, például az is az a nép volt, ami Chilében, tudod, azokat a izéket rajzolta. Vagy abban a korban élt. A Nazca rajzokat, így van. A Nazca rajzokat. Meg a Nazca vonalakat csinálták. Az a nép is eltűnt. A Nazcák is eltűntek. Azokat is fölvitték. Tehát rengeteg olyan, nem beolvadtak ki. Szó szerint egyik pillanatra a másikra. A beolvadás az egy folyamat, érted? Tehát az évszázadok, mire egy nép beolvad. Azok nem beolvadtak, hanem egyik pillanatra a másikra köddé váltak, eltűntek. A Nazcák is. Tehát a bolygón még mennyi olyan lehet, ami hirtelen most eszünkbe se jut, vagy nem is tudunk róla. Érted? Hogy fogták és kimentették, és kész. És a többiek meg maradtak. Csak ugye most az a baj ezzel kapcsolatban, hogy más a terv a bolygóval. Már nem. Az van, ez tudod, olyasmi volt, mint beírottad a gyerekedet az óvodába. És akkor nem tetszik az óvoda, azt fogod, azt átírattad egy másik óvodába. Tehát nem szűnik meg attól az óvoda, mert te kiírattad a gyerekedet, attól az óvoda megy tovább. Na, így működött a bolygónk, így működik még mindig a bolygónk. Csak átvitted egy másik óvodába. Tehát azokat az embereket átvittek egy másik bolygóra, ahol fejlettebb emberek, tehát fejlettebb lények élnek, érted? Szellemileg természetesen. Na most gondold végig, te is azért viszed át egy másik óvodába, mert nem tetszik az az óvoda, nem? És jobb társaságba átviszed a te jobb képességű gyerekedet. Logikus? Na hát ez ugyanígy volt a történelem során a bolygón, csak most az a különbség a kettő között, hogy most azt a szintet érték el, hogy azt az óvodát innentől kezdve nem óvodának használják majd, hanem iskolának. Érted? És az óvodásokat elviszik egy periféria széli óvodába. Világos ez? És akik meg iskolába léphetnek, azok maradhatnak ott abban az épületben, mert az már onnantól kezdve iskola.
Ilyen is volt a történelem során itt a Földön. Meg így, ez lesz most a bolygónka. Oké? Tehát nem babra megy a játék, ami annyit jelent, hogy az embereknek szellemileg fejlődniük kell, különben komoly problémájuk lesznek, nekik lesznek problémáik. És ha nem fejlődik föl az emberiség, akkor lesz egy olyan, hogy minket kimentenek, akik fejlesztjük magunkat, érted? A többi meg, de nem mindenki, azt, mert képes vagy az aranykorra, vagy nem, ez a kérdés. Meg mikor leszel képes az aranykori életre? Tehát, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élni. Tehát az, hogy az ember tanul, az még egy dolog, de alkalmazod is a tanulásokat, tanításokat. Ugye ez a kérdés. Tehát, hogyha alkalmazod és képes vagy szeretetben, békében és boldogságban élni, akkor kimentenek, ha nem vagyunk elegen. A többiekre meg rágyújtják a bolygót. Ez ennyi. És akkor ott meghal mindenki. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy bemegyünk a föld alá. Ha egy bolygó robbantás ellen, hogy mész a föld alá? Ha? Tehát ebben a naprendszerben már lett szétrobbantva a bolygó. Azt úgy hívják, hogy Marduk. Az a Mars és a... Mi a következő bolygó? Jupiter? Jupiter között volt egy bolygó. És az eltűnt. Nem tűnt el, kisbolygóövezet lett belőle. Az a kisbolygóövezet. Tehát ez egy szétrobbantott bolygó. Megnézel történelmi rajzokat a bolygókról, abban benne van a Marduk. Még ott van. A Jupiter és a Mars között ott van a bolygó. És furcsa módon ott van az összes többi is. Hú, de fejlett volt az az ős ember, mi? Hogy ilyeneket tudott? No szóval lényeg az, hogy ránézek az órára, hát ennyi fért bele a mai első részbe. Ezután a szenvedélyekről leszoktató, tehát leszoktató coach képzésünk lesz. Egészen negyed hétig, negyed hét után pedig PPH klub, ahol lehet kérdezni, és természetesen választ kapni. 20 perc szünet után kezdődik a leszoktató kulcsképzés. Ha bármi kérdésed lenne, nézz utána az oldalon, vagy kérdezz utána a meghívódnál, vagy a vezetődnél, és kezd el a tanulást. Hát lehetőleg ne az interneten, jó? Ne valami szektába vagy valami vallásba, mert úgyse kapod meg azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy aranykorba juthass, jó? Hanem legyél egy olyan szervezetben tanuló, amely vallás és politikai befolyástól, támogatástól mentes, jó? És ahol meg tudod kapni azt a tudást, ami az aranykorhoz kell, tehát hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élni. Ez pedig jelenleg egy ilyen szervezet van a bolygón, úgyhogy itt a helyed, várunk szeretettel, és hozzuk létre az emberiség számára, tehát ne egy kis közösség számára, hanem az emberiség számára az aranykort, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban élni. Mindenkinek sok sikert kívánok, örülök, hogy tájékoztathattalak erről a lehetőségről. További jó tanulást kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok!